hogy a riói olimpia után 2 évvel a téli ötkarikás játékokon is számíthatunk-e hasonlóan gyönyörű magyar sikerekre? Egy biztos, a rövidpályás gyorskorcsolya válogatott tagjai ennek érdekében már most mindent megtesznek. Az előjelek igen jók, hiszen ragyogóan sikerült a szakág előző szezonja, elég, ha Liu Shaolin Sándor történelmi világbajnoki aranyérme mellett a feltörekvő generáció Liu Shaolin VB ezüstjét és bronzát, vagy Elszapáti Petra világkupa 3. helyét említjük. És a saját eredményeik mellett Rióból is tudnak erőt meríteni. Kinek a teljesítménye tetszett a legjobban? Hát nekem hosszú Katinkáé, nagyon elképesztő, mit csinál így évek óta, hogy minden versenyen ott van, és a legtöbb versenyen toppon. És még ha nem is sikerül úgy neki egy futam, akkor se keseredik el, nem megy tovább előre. És amikor láttad őt a dobogón, ahogy hallgatta a himnuszt, megfordult azért a fejedben, hogy 2 év múlva téli olimpia van, és hát ha valami hasonlót átélhet? Hát igen, azért minden nap azzal kelek fel, hogy már lassan itt van az olimpia, és nyilván minden nap azért edzek, és azért vagyok itt időben az edzéseken. Mindenféleképp átúzott a fejemben, hogy nekünk is hogy szólna. Ugye tavaly, vagy hát márciusban mi is hallottuk, ugye, először Shaolinnal, ugye először szólalt meg ugye a magyar himnusz, mikor dobogón álltunk, és ugye ez is ugye mélyen érintett mind a kettőnket. Vissza szoktam nézni a videókat ugye, így versenyek után, még tegnap is így átnéztem ezeket a futamokat, ezeket a versenyeket, ahol részt vettem, és azt vettem észre én is, hogy ugye, hogy olimpiai bajnokokat vertem meg, hogy olimpiai érmeseket tudtam magam mögé szorítani, szóval bármiben lehet még a jövőben. Jó eredményekről álmodozhatnak az olimpia tekintetében, hiszen mindketten már felnőtt világversenyeken álltak dobogon, tehát olyan világversenyeken, ahol a sorteknek a színe java megjelent. Természetesen az olimpia mindig egy más, mindig mondják, és én is mondom, mindig egy más kategória. Tehát az olimpia az egész hangulatában, lebonyolításában nagyon sok minden szempontból más. Az esélyeiket tovább növelheti, hogy a válogatott tagjainak körülménye is egyre inkább javulnak. Új ruhákat kaptunk, kinézetre is más, és érzésre is sokkal szabadabban tudok bennem mozogni, mint a másikban. Az isú szabályoknak megfelelően már látszik a teljes zászló elől-hátul, és kicsit belevittünk egy magyar mintát is. És azt figyeltem közben, hogy így itt videófelvétel készül az edzésről, és ti azonnal nézitek ezt vissza itt egy tévén. Igen, ez nagyon jó dolog. Nem is csak azért, hogy ilyen hogyan teljesítettem, hanem hogy a technikámat milyen mértékben és hol kell javítani, mondjuk a csípőmet lejjebb kell vinni, a bokámat jobban be kell dönteni. Ez nagyon jó, mert így vizuálisan látom, és nem csak azt hallom, hogy mit csináljak, hanem így meg tudom nézni, és tényleg én magam jövök rá, hogy hogyan kéne odarakni az egyes testrészeimet. Hát ugye van ez a technikai része is esetleg, hogyha pengékről beszélünk, ugye, mert ugye a pengéket ugye lehet hajtani, ívezni, ugye nem mindegy, hogy rakod fel a pengét a korcsolyára, és ugye ez is tudta azért dobni egy párat nekünk. Elkezdtünk orvosokkal dolgozni, dietetikusokkal, erőnléti edzőkkel, szóval a változás ugyanúgy látszik rajtunk is, ugye, mint a szövetségen is. Sok apró dolog ez, amely azonban komoly hatással lehet a shorttrackesek teljesítményére. Hogy pontosan mennyire, az novemberben a kanadai világkupa futamokon kiderül. A környezet biztosan nem lesz számukra idegen, ugyanis a nyáron 3 hetet a verseny helyszínén, Calgaryban edzőtáboroztak.